Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben néhány írástudó és farizeus így szólt Jézushoz: Mester, jelet szeretnénk tőled látni. Jézus így válaszolt: Ez a gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrába, úgy lesz az emberfia 3 nap és 3 éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb valaki van, mint Jónás. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határára is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ezek az evangélium igény. Krisztusban, szeretett testvéreim, Mikeás próféta által perbeszáll az Úr népével, mert a nép elszakadt tőle, és bálvány isteneknek hódolt. És mikor ezt hallja a nép, akkor bűnbánatot tart. De nagyon érdemes odafigyelni, hogy mit gondol a nép a megtérésről, a bűnbánatról, és mit gondol az Isten a megtérésről. Megint a megkülönböztetés. A nép azt gondolja, hogy a vallásos ember, ugye, hogy most akkor nagy baj van, mert az Isten haragszik, akkor meg kell valamitől fosztani magamat és felajánlani neki. És így hatni az Istenre. Istenre nem lehet hatni, és nem is kell. És akkor egyre nagyobbakat ígér, hogy egyre nagyobb legyen a hatás. Azt mondja, hogy hát feláldozzam, elégessem, egy egyesztendős borjakat adjak neki. Hát az ott élő paraszt embernek, hát ez volt a legnagyobb kincs. Vagy kosok ezreivel áldozzak neki. Vagy ami még drágább, áradó olajpatakokat öntsek az oltárra. Na és itt mondja a csúcspontot, vagy a legkedvesebb fiamat áldozzam föl, mert a pogányok ezt megtették. Tehát, hogy a nagy csapások idején bizony volt olyan, hogy feláldozta az első szülött fiát, hogy az Isten majd így, akkor megkegyelmez nekik, hatni akarok az Istennel. Hű, de benne van ez még az idegrendszerünkben. Ez a fokozás nyilvánvaló. Minél jobban fáj valami, amitől megfosztom magamat, annál nagyobb hatással leszek az Istenre. Kedves testvérek, azért itt az engesztelő mozgalmat is ki kell nekünk tisztázni papoknak, teológusoknak. Tehát az engesztelés az nem azt jelenti, hogy olyan nagy böltöket vállalok, hogy a Jóisten minél jobban gyötröm magam, annál nagyobb lesz a hatás. Nem igaz. A bölt arra való, hogy testestül, lelkestül én nyíljak meg az Isten irgalomnak. Nem én veszem rá az Istent, hogy legyen már irgalmasabb, hanem mi vagyunk irgalmatlanok. Bűneinkkel elzárjuk az utat az Isten szeretete elől. Igen, itt a fokozás nyilvánvaló. Úgy gondolják, hogy ez egyre nagyobb fájdalmakkal járó megfosztásról lesz szó, annál nagyobb lesz a hatás. Mennyire kell itt a megkülönböztetés? Isten ezt elveti. Nem egyszer mondtam az Ószövetségben, hogy utálom a véres áldozataitokat. Nem azt utálta, hogy odaadtak valamit Istennek, hanem az, hogy a szívük távol volt. Vasárnap eljövök, megadom a misét, de ami hétfőtől van, ahhoz semmi közöd.
Ez a rettenetes tudathasadás, ez benne van az idegrendszerünkben. Ez nekünk is szól. Valamit adok, de a többi aztán az enyém is ahhoz semmi között. Nem egyszer kijelentette már az Ószövetségben, nem azzal van a baj, hogy te most odaadod a kis báránykádat és feláldozod, de miért? Szeretetből? Vagy hatni akarsz rám? A szeretet himnuszban nem erről beszél Szent Pál. Osszam szét vagyonomat a szegények között, sőt, vessem oda testemet, hogy elégessenek, ha szereted, nincs bennem, semmit sem használ. Ezt a korintusiaknak írja, ahol a pogány korintusi történetben még volt olyan, hogy valaki, hogy nagyon nagy hősnek tiszteljék, oda vetette magát a lángokba. Tehát hiúságból lett öngyilkos. Az, aki szeretne vértanú lenni, már olyan értelemben, hogy mindenelőbb végezzenek, ez nem normális. A vértanú az nem szeret meghalni. De ha azt mondják, hogy tagad meg Krisztust, mint a 21 líbiai fiatalember, és hogyha Muhammedán leszel, akkor megkegyelmezünk, ott állnak már mögöttük a kivégző osztag mindegyik mögött, egyik sem mondta, hogy akkor én muszlim leszek. Nem az életüket akarták az életüktől megfosztani magukat, hanem Krisztustól és az Istentől minket nem fosztasz meg, mert ő örökké szeret minket. Kedves testvérek, azt mondja Szent Pál, hogy vessem oda testemet, a szeretet nincs bennem, semmit sem érek. Ha szeretet nincs bennem, akkor pengő érc vagyok, csengő cimbalom, szív nélküli tett. Ezért ki is mondja, pontosan meg is jelöli, hogy mit tart ő. Szeresd a te uradat hűségesen, alázatosan. Az Isten iráti szeretet itt a tét. Ha ez nincs benne, akkor semmi sincs benne. Viszont, kedves testvérek, azért itt nagyon kényes dolgokról van szó. Mert azért meg kell jegyezni azt, hogy ilyen aránytévesztésben vagyunk. Bizői Szent Teréz mondja, gondolom ő, de ha nem ő mondta, mondhatta volna, hogyha egy leesett brostűt tiszta szeretetből veszek föl, mondjuk egy öreg nővérnek ott a kolostorban, aki már nem tud lehajolni, akkor ez a világ legnagyobb tette. Nem azért, hogy megdísérjen, nem azért, hogy én érezzem, hogy milyen jó vagyok, hanem Istenért. Egy brostű föltétadás. Ugyanakkor megint zárójelet kell nyitni, mert azt mondja az ülés, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja azért, akit szeret. Tehát akkor mégiscsak, amik odaadom az életemet, az a nagyobb, nem ennek a kis cselekedet, vagy az, hogy oda teszek egy betegnek, oda teszem az ételt. Egyébként Bizői Szent Terézzel bíztak egy öreg nővért. Hát a kolostorban ugyanaz van, mint a családokban. Nem lehet megúszni a szeretetet áldozat nélkül. És egy idős, kicsit béna nővért vezetgetett, és az állandóan egresszírozta. Mondtam, hogy ne ilyen fiatal nővért adjanak. Hát megfojt, most meg nem enged mozogni. És egy szót se szólt. Leült, fölhajtotta a manikáját, hogy ne lógjon bele levesbe, oda tett eléje leves, és a mindenkori karmelita étel akkor beleaprította a kenyeret a levesbe. Ez már nem volt az ő feladata. És amikor Teréz meghalt, azt mondta, hogy őt legjobban Teréz szerette a kolostorba, senki sem. Nagyon szeretete senkinek sincs, mint aki életét a barátaiért. Hát ezt se tudjuk persze megtenni, ezt se tudjuk megtenni szó nélkül. De azért ez kicsitek, ezt meg lenézzük. Bocsánat, életét adni a barátaiért, az nem azt jelenti, hogy kivégeznek. Úgy is lehet odaadni az életünket, hogy minden nap.
Erre kell a reggel imádság, a felajánlás, erre kellnek a vasárnapi predikációk, elmékedések, a szent áldozás. És amikor erőt vesz rajtunk az önzés újra, Uram, szeretetből akarom tenni. Nem azért, hogy megdicsérek, nem azért, hogy lássák. És kis dolog ez, de tiszta szeretetből akarom adni, mert te magad vagy a szeretet. Tehát így is oda lehet adni az életünket. Hedvig királynő, magyar királynő és a lengyelek királynője, nem lett vértanú, de böjtölt imádkozott, a szegényeknek osztott ki mindent, a litvánoknak hittudományi akadémiát alapított, kolostorokat, hogy neveljék a népet, tanítsák ABC-re, mert az egész nép ugye írástudata analfabéta volt, és egész élete ebbe telt el. Tehát aki életét adja másokért, és ezt akarjuk megúszni. Egy házasság addig jó, amikor ott nyalakodnak, és úgy nagyon-nagyon jól lesik a másik. De amikor beteg, amikor szenved, amikor lelki problémái vannak, akkor belerúgok, megyek tovább. Ez a szeretet? Semmit se adok. Ez egy adok és kapok. Persze, az is tisztességes, ez is benn van a házasságban, és egy testvéri közösségben is, hogy adok és ők is, ad is, és így szépé tesszük az életünket. De nem lehet megúszni a keresztet. Nem lehet megúszni azt, hogy, mert mi a kereszt, nem az, hogy kínoznak engem, hanem hogy ingyenesen szeretek. Erre tanít Jézus. Hát igen, megint egy megjegyzés, csupa megkülönböztetés. Azt mondja, aki jobban szereti apját, anyját, feleségét tehetnénk tenni, férjét, gyermekeit, és még saját magát is, mint engem, nem méltó hozzám. Na most ennek a mondást hogy értjük meg? Tehát akkor nem szabad jobban szeretned a feleségedet, a gyermekedet, senkit sem, mint Jézust. Nem itt kell kezdeni ezt a sorozat értelmezését, hanem a végén. Aki jobban szereti önmagát, mint engem, itt kezdődik minden. Ez óriási. Hátulról kell kezdeni ezt a kijelentést. Mert aki jobban szereti magát, mint az Úristent, az először is bolond. Mert saját magamat nem tudom szeretni. Mert a szeretethez kettő valaki kell. Legfeljebb az, hogy gondozom magamat, mindig magam körül forgok. Tehát nem is lehet önmagamat jobban szeretni, mert az nem szeretet. Viszont rádöbbenek arra, hogy a létezésem az Istentől való, a semmiből hozott engem elő. És amikor őt szeretem, akkor egyáltalán akkor vagyok jó viszonyban magammal. És így vagyok a többi emberrel is. Az Úr Jézus nem csinál szerelmi háromszöget. Ha egy fiú és egy lány kapcsolatban van, az egyik, és hívők, és úgy gondolják, hogy Jézus közéjük áll, mert amit ők akarnak csinálni, az Jézus tiltja. Bocsánat. Akkor az nem igazi szeretet. Mert Jézus nem áll senki közé. Csak a tisztátalan szeretetek közé áll. Miért? Mert ő a szeretet forrása. Tehát akkor tudod szeretni a másikat, hogyha a te szíved rá van kapcsolva az ő szentséges szívére. Hát persze a másiké is legyen rá kapcsolva, ezért kell hívővel házasságot kötni például. És ezért kell mind a kettőnek életszentségre törekednie. De ha nem kapod meg, akkor is Jézus szeretetével lehet csak szeretni, mert a másik az nem szeretet. Tehát amikor az Úr Jézus ezt mondja, hogy aki jobban szeret valakit, mint engem, akkor ő nem azt mondja, hogy a másikat kevésbé szeresd, hanem hogyha engem szeretsz, az Isten fiát. Ha a személyed rá van kötve a Szent Háromság mélységeire, ha Isten szeretetét engeded át magadon, akkor szereted a másikat helyesen. Hát ez kell. A szívnek kell megtérnie, megfordulnia.
Ismerek valakit, talán őt a legjobban, de mégse egészen, aki egyszer így imádkozott az áldozásba. Jézusom, most neked adom a értelmemet, akaratomat, emlékező tehetségemet, fantáziámat, ösztöneimet, testemet, egészségemet, minden cselekedetemet, életemet és halálomat. És az illető szinte hallotta, hogy én nem ezt kérem, én a szívedet kérem. Az Isten felé fordult szív, az a személyes kapcsolat. És attól lesz minden végtelenül értékes. Tehát tulajdonképpen, aki például a celibátust választja, hogy ő nem akar megnősülni, vagy nővér akar lenni, és nem akar férjezni, mert gyűlöli a házasságot, minden, az nem lehet bevenni a rendbe. Hát nem erre vagyunk. Egy papi hivatásban nincs az, hogy eldöntötte, hogy nem nősül meg, hanem ő olyan szeretetet kap Istentől, amiből ez kimarad. Még akkor is a küzdelemmel jár. Ezt kell kitapogatni a szemináriumban, hogy mi vezet téged. Nem a családtól kell megfutni. És nem azért kell családi életet választani, mert az könnyebb. Egyik se könnyebb, és egyik se a nehezebb, hanem az a te utad, a másiknak meg ez az útja. És ezért egy celibátusban élő pap sokkal többet tudhat a házasságról, mint te, mert gyóntat. És mert családba született. De te nem vagy pap. Nem értetek hozzá. Fogadjátok el. Ő Isten így hívta meg. És ha azt teszi, amit egy papnak kell tennie, nem hagyja el a napi teljes zsolozsmát, a félórás vagy egyórás elmékedés, a napi szentmisét, a lelki olvasmányt, a rózsafüzért, hát nem is tud más lenni, mint amit megfogad Istennek, amit oda akart adni. A szívét kell odaadni, nem valamit adok a jó Istennek. Ez éppen úgy van, mint mikor az Úr Jézus azt mondta Péternek, hogy te majd, ha megöregszöl, más övesz föl téged, és oda-vissza, ahova nem akarod. Fejjel lefelé feszítették keresztre Pétert. És Péter meg kíváncsiságból azt mondja, odafordul Jánoshoz, hogy és azzal mi lesz? Mit mond neki az Úr Jézus? Semmi között hozzá. Te kövess engem. Mindenkinek megvan a maga útja. És ahhoz kapja a kegyelmet, nem a máshoz. Egy Szent Hedvig ahhoz kapta a kegyelmet, hogy szent asszony legyen, majd szent özvegy is legyen. Azt hiszem özvegyként halt meg, nem tudom most pontosan. De a pap pedig arra kapja a kegyelmet, hogy ott válaszoljon Isten szeretetére, ahol őt meghívta. Tehát akár fájdalmas, akár örömteli, amit Istennek adok, ne valamit adja, hanem önmagamat. És az önmagunk odaadása azért mindig békességgel jár. És végül is azzal az örömmel, hogy tudom, hogy Isten szeretetében vagyok. És nem hatni akarok rá, hanem elfogadni azt, hogy ő mennyire irgalmas és mennyire szeret. Amen. Testvérek, egy picit maradjunk csendben.